Az amatőr sport tenisz élet jött a megyébe, itt a legnagyobb. Hát ennek egy titka van, főleg egy személy, Sali Ádám személy, aki már évek óta következetesen teljes odaadással csinálja ezt a sportot, a teniszt, illetve hát van egy jó pár lelkes támogatónk, akik rendszeresen ott vannak a pályán, és versenyeznek, meg a lehetőségek mérten támogatják is ezt a tenisz életet itt Tolnán. A közel 100 rendszeresen teniszező mellett egyre több helybéli és környékbeli fiatal kacérkodik azzal, hogy elsajátítsa a teniszezés alapjait, és szabadidősport szintjén egyre jobb legyen. A pályabővítés már nem lehetséges a teniszcentrumban, de okos pályabeosztással, a résztvevők közötti kompromisszumokkal kezelhető a helyzet. Az alapfokú tanfolyamok beindítása már mindenképpen aggályos lenne, nem csak a pálya, hanem az ehhez szükséges források, legfőképpen a hozzáértő oktatók hiányában. Ha fiataloknak van igénye erre, akkor fiatalokkal el lehet kezdeni foglalkozni, de ott még kevés az a gyerek, akivel bajnoki szinten lehetne játszani. Ez a teniszszövetség segítsége nélkül egy ilyen szabadidős klubnál, mint a Tolnai, nem megy. A most pénzügyi válságát élő szervezet korábban egyébként pénzügyi támogatást ígért, de most új vezetés és új helyzet van. A Magyar Teniszszövetségnél most az utóbbi fél évben, egy évben olyan viharok voltak, akikkel ugye mi kapcsolatban vagyunk, hogy ez a képzés még teljesen nem indult be, ezt most próbálják új tiszta lappal indulni, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Minden tolnai klubtag a maga lehetőségei közepette készül a jövő évi bajnokságra. Keres a téli hónapokban is játék lehetőségeket a közelben. Sokan szeretnének az előző évhez képest néhány helyen erőlébb lépni a kiegyenlített három különböző osztályban zajló bajnokságokban. A párosok is, ha lehetőség van rá, télen is együtt gyakorolnak, keresnek páros partnereket is. Bízva abban, hogy több játék lehetőségük lesz a jövőre, mint az idén volt. A páros bajnokságot sajnos a szükség szülte, mert ez a vírushelyzet már tavasszal is megjelent, és nem tudtuk megrendezni a páros versenyeinket, amik szoktak lenni. Ugye egyszerre nem lehetett egy tömeg hirtelen a pályán, ezért azt találtuk ki, hogy bajnokság formájában csináljuk a páros versenyeket, és nem egyszerre volt egy kupa, hanem folyamatosan zajlottak a páros küzdelmek. Tekintettel a teniszsport már említett tolnai népszerűségére, ez időtájt gyakran fölvetődik, kellene valamilyen legkisebb költségvetésű fedett sátras létesítmény az elkövetkezendő téli hónapokra. Ennek sajnos továbbra sincs realitása a rendelkezésre nem álló anyagiak miatt.